A műsort a Földművelési Minisztérium támogatja. Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár nyitotta meg Nagykátán a Naturpark a Tápió vidéken konferenciát, melynek keretében előadást hallgathattak meg a meghívott önkormányzatok, civil szervezetek az Európai Hulladékcsökkentési Hétről és tapasztalatairól, valamint a hulladékcsökkentési akciókról és vállalásokról. A rendezvényről az államtitkárt kérdeztük. Az Európai Unión belül egy hulladékcsökkentési hét van, amit már sokadik alkalommal rendeznek meg, és az azért kapcsolódik a Naturpark rendszerhez is, hiszen ott természetvédelemről és kulturális értékek védelméről is szó van, és hát a hulladékcsökkentés az napjaink egyik legnagyobb kihívása, mármint a hulladéknak a kezelése, és hát az egyik cél, hogy ezt hogyan lehetne csökkenteni magát, a kibocsátást, és ami már kijött hulladék, azt hogyan lehet kezelni. Ez nem csak itt Magyarországon, hanem az unión, sőt az egész világon belül egy nagyon komoly kihívás az emberiség számára. Ugye egy egyhetes Európai Uniós kampányról beszélünk. Ön szerint elegendő-e ez az egy hét ehhez? Természetesen nem elegendő, de figyelemfelhívásra, figyelemfelkeltésre mindenképpen jó. Ugye amikor ilyen globális kihívásokról beszélünk, akkor a klímaváltozás, ami talán elsőnek eszünkbe jut, a vízhiány, az élelmiszerpazarlás és az, hogy a hulladékkal már lassan nem lehet mit kezdeni, mind a mennyiségét tekintve kezelhetetlenné vált, illetve összetétele alapján is. Lehet hallani a hírekben, hogy a tengerekben grönlandi nagyságú szemét szigetek úszkálnak, tehát valamit ezzel az emberiségnek kell kezdeni. Nyilván nem itt Nagykátán fogjuk megoldani, de én örülök annak, hogy erre a naturparkos témára föl lehetett fűzni a szervezők, a Tápióvidék Természeti Értékeiért Alapítvány vezetése betette a napi rendek közé ezt a nagyon fontos témát, és azért a figyelemfelkeltés az nagyon fontos, hogy tényleg egyénileg is mit tudunk tenni ennek a témának a kezelése szempontjából, tehát egyáltalán a szelektív hulladékgyűjtés, ami talán idősebbeknek nehezebben megszokható dolog, de az új generációk, ahogy nőnek fel óvodába, iskolába, nekik már ez természetessé válik. Ugye a tudomány fejlődik, a technológia fejlődik, vannak ezek az elektromos eszközök, kütyük, amik előbb-utóbb elhasználódnak, gyorsan leamortizálódnak, újak kell, a régivel mit kell csinálni, ugye veszélyes hulladékról van szó, a fénymásolónak a használata, a papír, a csomagolóanyagok, tehát mind-mind a PET palackokról nem is beszélve, az ivóvízzel, ugye folyóvízzel, ivóvízzel öblítjük le a WC-t, tehát rengeteg olyan dolog van, amit pici odafigyeléssel lehet csökkenteni a keletkező hulladékot, az élelmiszert említettem, tehát hogy tudatos vásárlással fölírjuk előre, hogy mit akarunk venni, és nem rögtönzünk, és azáltal annyit veszünk, amennyit lehetőség szerint el tudunk fogyasztani. Ezek mind-mind apró dolgok egy ember életébe, de hogyha nagyon sokan ezekre az apró dolgokra oda fognak figyelni, akkor a hulladékkibocsátás csökkenni fog, és akkor a kezelése is utána talán egyszerűbb lehet. Ez a hét erről szól, és ez a rendezvény is helyet adott ennek a, úgy gondolom, nagyon fontos kezdeményezésnek. Ha a választókerületét nézzük, itt a szelektív hulladékgyűjtés mennyire megoldott, mennyire hatékony ez a dolog? Hát ez a dolog működik rendszerszerűen. Itt a Tápió mentén nyilván problémák azok mindig vannak, hogy néha kevés a kapacitás, és a hulladékszigetek mellett ott áll a tengernyi szemét kiöntve. Hát erre mindig a településeknek oda kell figyelni, és folyamatosan kezelni ezeket a problémákat. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét minden év novemberének utolsó hetében van. Az Európai Unió 2009-ben útjára indított programjához Magyarország 2012-ben csatlakozott. Minden évben új fókusztémákat dolgozott ki a Földművelési Minisztérium. Idén az Adj új életet tárgyaidnak program az újrahasznosításra hívta fel a figyelmet. A nagykátai előadást színesítette Ráti Krisztina, akit az újrahasznosított farmeranyagokból készült termékeiről kérdeztünk. Láthatunk itt egy párnát, ami gyakorlatilag úgy gondolom, hogy tiszta új vadonatúj farmerből készült, de bizonyára ez nem így van. Így van, tehát farmer a stimmel, a tiszta is stimmel, illetve az új az kevésbé, mert gyakorlatilag ez használt farmerből készült, ezzel is úgymond előtérbe helyezve
az anyagoknak a másodlagos hasznosíthatóságukat igazából. Folyamatos nagy problémát jelent ugye a PET palackok kérdése. Mit lehet ezzel kezdeni? Nagyon sokrétű a felhasználhatósága a PET palacnak, és ugye a különböző közösségi csatornákon rengeteg nagyon jó oktató videót is láthatunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy inkább annyira nagyon nem sorolnám a lehetséges variációkat. Gyakorlatilag a tároló edénytől a virágcserépig, az eszköztárolóig minden készülhet belőle. Ezen a mai kiállításon milyen hulladékok kerültek felhasználásra, amiből itt most kiállítást láthatunk? Saját részemről tudom mondani a farmert, mint elsődleges alapanyagot, de találhatunk itt különböző technikákkal készült termékeket is, tehát ami már úgymond az alkotást helyezi előnybe, tehát nem mint napi használati szintű tárgyakat, hanem maradandó, akár kültéri, beltéri szobrok formájában megvalósult álmokat is lehet csinálni, gyakorlatilag bármilyen textília, illetve terménynek a felhasználásával. Így szétnézve egy rövid átfogó képet lehet kapni arról, hogy mik is azok a technikák, illetve alapanyagok, amivel érdemes foglalkoznunk. A műsort a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.